A víz az az ember számára egy nagyon-nagyon fontos elem, azt lehet mondani. Ugye az életünk első 9 hónapját vízben töltjük. Mind a törzsfejlődés, mind pedig az egyedfejlődés során vízből érkeztünk. Tehát az, hogy van egy visszavágyásunk a vízre, és örömérzést jelent számunkra vízen lenni, vízben lenni, az a világ legtermészetesebb dolga. Itt a Dunán, Sejtjénynek ez egy nagyon-nagyon ismerős közeg. Nem is a víz, a természet, tehát egész más egy edzőteremben tölteni napokat, mint mondjuk vizen. Tehát a Dunának 1000 arca van, ezt így nehéz visszaadni, remélem, hogy azok a felvételek, amik készültek, némileg visszaadják. Tehát azért hattyúkkal, kacsákkal evezni nem mindennapos. A fiatal embereknél elsődleges cél az, hogy jól nézzenek ki a sport segítségével. Később 40 éves kor fölött döbbennek rá az emberek arra, hogy ahhoz, hogy a munkaerejüket fent tudják tartani, szükséges az, hogy napi rendszerességgel karban tartsák a testüket is. A kajakosok nagyon jól néznek ki. Tehát ezt láttam a tévében, hogy ezek mind szálkásak és izmosak, és ez tetszett. És ezért már 10 éves koromtól igazából kajakozni akartam. A vízen egészen más állapotba kerülsz, de szó szerint. Nekem a kolléganőim mindig mosolyognak rajtam, hogy a szóba kerül, hogy hétvégén olvatot elvesztünk, és látom, hogy sajnálnak, hogy nekem már megint teljesíteni kellett, és ahelyett, hogy pihentem volna, fizikai megterhelésnek lettem alá vetve. Ebből egy szó nem igaz, mert lemész a vízre, ott elnézegeted a kacsákat, a hattyukat, a hullámokat, a víz mellett boldog, tulajdonképpen boldog leszel. Teljesen mindegy, mit csinálsz, kikapcsolsz, azt figyeled, ami körülötted van. Olyan szinten kapcsolja le az ember agyát, hogy nem is tudom elmesélni. Egyébként a fizikai megterhelés is. Tehát bármilyen sporttal egy icipicit erőlködsz, vagy akár a játékosságával, például a tenisz, vagy ezek a sportok, vagy a fizikai nehézségével, vagy a körülötted lévő látnivalókkal, olyan szinten terelik el a figyelmedet a mindennapi problémáidról, a bánataidról. Én nem tudok erre más módszert. Igazából az lenne jó, hogyha amikor lemegyek vízre, akkor ez már mind rögtön törlődne, és jól érezném magam, de nem így történik, hanem az megy, hogy lemegyek vízre, kezdek evenni, és akkor eleinte beugranak dolgok, hogy úristen, ezt nem csináltam meg, azt felejtettem el, ezt kéne, és akkor még idegesebb leszek, mert nem tudom felírni. Tehát örülök, hogy végre eszembe jut, és nem tudom felírni, és tudom, hogy mire visszaérek abból a 15 kilométerből, addigra aztán végképp elfejtek minden. Viszont mire visszaérek abból a 15 kilométerből, valóban végképp elfelejtek minden. Az úszás, a kerékpározás, a séta az, ami a felnőtt embereknek már ajánlott. Meg lehet próbálni a kajakozást is. Most már gyakori az, hogy a kajakklubokban szélesebb, stabilabb kajakokat is vásárolnak, nem csak versenycélú kajakokat, és abban mindenki élvezheti azt, hogy kicsúszik a vízre, vadkacsák között van. Csodálatos élmény, teljesen kitisztítja az ember lelkét. És mikor kiszáll a hajóból, akkor már azok a problémák, amik azelőtt gyötörték, mielőtt vízre szállt, szinte elillannak a fejéből, vagy pedig megszületnek a relaxált állapottól jó megoldások. Azt kell elfogadni, hogy a testünk az kb. 80 évre kell. Jó esetben. De ha csak 60, akkor is sok. És meg kéne tenni mindent, hogy ne szúrjunk el mindent fiatal korunkban, mert annak a bőtje lesz meg idősebb korunkban. Tehát ha nem vigyázunk arra, hogy mi teszünk és elhízunk, és ezzel egy rakásbetegséget összeszedünk, akkor azt utána cipeljük magunkkal egy életen keresztül. Ha bemerevednek az ízületeink, ha nem nyújtunk, akkor ha nem erősítünk, egyre kevésbé fogjuk elbírni a saját súlyunkat, egyre nehezebb lesz felmenni a lépcsőn, egyre nehezebb lesz leülni. Tehát egy csomó olyan hétköznapi tevékenység, amit még utána űznünk kell a 20 éves korunk után, még 60 éven keresztül, nehezebbé válik. Föl kellene ismerni
nekünk is Magyarországon azt, hogy másféleképpen is lehet eltölteni a családi együttléteket, a családi és nemzeti ünnepeket is, mint ahogyan eltöltjük. Hogy nálunk sajnos elsődlegesen az asztal körülülése, az evés, igen, az orális örömök jelentenek az embereknek ünnepet, míg Nyugat-Európában, Észak-Európában, nálunk talán egy kicsit civilizáltabb kultúrákban az a szokás, hogy a családok ünnepeken együtt elmennek biciklizni, kirándulni, összekötik a sportot egyéb kulturális programokkal, és én azt gondolom, hogy ez a korszerű, ez az előremutató, ez szolgálja a hosszú, boldog, igényes életet. Én azt gondolom, hogyha nekem gyerekem lesz, mindenképpen ezt nagyon-nagyon szeretném, hogy sportoljon, és mindenképpen el fogom irányítani ebbe az irányba. Ez egy hihetetlenül nagy különbség, hogy tehát ezeknek a gyerekeknek láttam, hogy van valami nagyon-nagyon fontos az életükben, ez a sport, amit ők kapnak a kajaktól. És amellett ők csinálják a hétköznapi kis életüket, tehát ugyanúgy járnak iskolába, találkoznak a barátaikkal, egészen másokon osztják be az idejüket, amiatt, mert pontosan tudják, hogy ha ő végzett az iskolával, akkor van 2 órája tanulni, és utána elmegy 4:30-ra edzeni. Mondjuk nekem, annak idején mondjuk volt 6-8 órám tanulni, és igazság szerint néztem ki a szembe lévő fára, és álmodoztam, vagy bambultam. Ahogy öregszünk, annál inkább egyre nehezebb, nem megtalálni azt az időt, egyre nehezebb rávenni magad arra, hogy sportolj. Arra, hogy erőködj, egyre nehezebb rávenni magad, pedig egyre inkább szükséges. Igen. Tehát amikor egyre inkább szükséges lenne az, hogy mozgásban tartsd magad, akkor egyre inkább nehezebbé válik ez a dolog, mind fizikailag, mind mentálisan. De azt mondom, hogy el kell fogadni azt, hogy nem adhat, tehát nem arról van szó, hogy soha ne add fel, nem arról, hogy nem adhatod fel. Tehát, hogyha feladod, elkezdesz menthetetlenül süllyedni, és ki akar süllyedni. Tehát ki akar öregedni, gyengülni, fáradni senkit. Tehát ez csak úgy tudod, tehát nyilván a vágy, de a vágyak nem fogják teljesíteni a céljainkat. Tehát az áldozat fogja a célokat teljesíteni. Tehát a vágy mindenkiben megvan, hogy fiatalos maradjon, meg fit, de ezért tenni kell.